Sziasztok! Megérkeztünk Kartalra, az álomrandi nyerteséhez, aki SP-vel fog este találkozni, úgyhogy most remélhetőleg meglepjük. Kop-kop, megjöttünk! Hello! Szia! Neon.hu-tól jöttünk az SP-s randi ügyében. A nézők? Loretta vagyok. Nagyon várom már. Köszönöm. Jó, látom, izgulsz-e. Jöjjünk beljebb. Nagyon izgulok, de biztos, hogy jó lesz, SP jó fej. Abszolút, igen, SP jó fej. Igen, hát föltelmetesen boldog volt a lány, nem is tudtam elképzelni, azt hittem valami történetet, mert bejött itt sikoltozva, és mondom, mi a baj? Azt mondja, te apu, el se hiszed, azt mondja, megnyertem a SP-vel a randit. Hát egyszer volt alkalma eljutni egy SP koncertre 60-ban, ugye nekem is ott kellett lenne vele lennem. Hát végig is az egész család, mert el kellett őt kísérni, nagyon boldog volt, de a vége rosszra sikeredett, mert ugye nem tudott autógromot kapni, és sajnos sírás lett a vége neki. Szerintem lassan el is indulhatunk, mert el fogunk késni, bár ugye a lányok minden randin késnek, hogy jegyezzétek meg, úgyhogy akkor menjünk szerintem. Nem volt semmi kényszer, de nem kell mondanom. No, kicsit előbb értünk ide a helyszínre. Izgulsz? Igen, nagyon. Egyre jobban, tehát látom rajta. Kocsiba is tök csöndben volt, de nem kell egyébként tényleg. Szia! SP rózsával készült, ezt mutassuk meg szerintem így a kamerába. Honnan jött az ötlet, egy igazi gentlemanként? Nem tudom, úgy gondolom, hogyha találkozok egy hölgyel, akkor érik valamit vinni, úgyhogy... Kapsz egy piros pontot, és milyen érzés volt kapni? Nagyon jó érzés volt, nem gondoltam volna. És milyen SP ilyennek képzelted? Élőben? Hát igen. Kicsit dagadtabbnak, meg magasabbnak, de... Elmeséled a koncertek sztorit, amit nekünk mondtál 60-ban? Nem a koncertem. Értem. 60-ban, szeptemberben. De autogramot nem sikerült szerezni. Ne haragudj, szerintem sokan voltak, és nem volt lehetőség, de most bepótoljuk. Fogtok még találkozni? Hát biztosan. Szerintem még fogunk találkozni. Koncerten biztos. Remélem. Már most már szerintem kiábrándult belőlem. Én, amit itt lebűveltem itt az egyes dobogónál, az nem volt, igen, ahogy volt. De igen.